7 év szünet után indított ismét felnőtt csapatot az OB2-ben az Aqua Ese, amely az északkeleti csoportba kapott besorolást 5 másik együttes társaságában. A tornarendszerű lebonyolításban az első fordulóban a nyíregyháziak hazai medencében játszottak 2 meccset. Az Egri Vízmű SC elleni nyitó találkozón 14-9-es vereséget szenvedett a Hatvani Péter által irányított együttes. 3 órával később ismét vízbe szálltak a hazaiak a Gödöllő ellen, és a vendégek 21-11-re megnyerték a találkozót. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kerettel álltunk bele ebbe a bajnoki szezonba, felnőtt csapattal. Augusztus eleje óta kezdtünk el komolyabban edzeni. Úgy volt, hogy 5 napos edzések voltak, illetve 2, ami kötelező volt, ez a szerda és a pénteki nap. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól alakulunk. Vannak még hiányosságok, viszont ezt majd javítani tudjuk a következő fordulónkra. Volt egy kis lámpalázunk, és ez miatt le is blokkoltunk, csalódottak is voltunk a mérkőzés végét illetően, viszont a 2 meccs között nagyon jól összeszedtük magunkat, nagyon sokat beszéltünk, illetve rendeztük a taktikánkat, így a következő meccsünkre egy nagyon jó összecsapást játszottunk, egy igazi közönség szórakoztató mérkőzés volt nagyon sok góllal. Én azt gondolom, hogy a Gödöllő egy nagyon esélyes csapat az OB2 megnyerésére, és ahhoz képest, hogy milyen játékerőt képviseltek, ugye mi a kevesebb edzéssel, illetve az összeszokottság kisebb hiánya miatt, attól függetlenül egy nagyon erős mérkőzésen vagyunk túl. A mérkőzésen szép számú szurkoló búzította a nyíregyházi csapatot. Én őszintén megmondom, hogy nem számítottam ennyi nézőre, nagyon örülünk neki, és nagyon örülünk annak is, hogy ilyen nagy tömeget tudtunk megmozgatni egy vízilabda mérkőzésre, ami országos szinten is ritka számba megy szerintem. Egy kicsit azért rányomta a bélyegét az első meccsen ez a csapatra, azonban a második meccsre inkább pozitívan hatott. A Gödöllőn és az Egri csapaton kívül még az Aquatix, illetve a Meabc, valamint az Invictus csapata van még ebbe a csoportba. Ez egy nagyon erős csoport, hiszen az elmúlt bajnokságban az első 4 helyezett közül 2 csapat is itt szerepel, és ugye nagyon jó, fel kell készülnünk mindegyik összecsapásunkra, hiszen szoros és kemény mérkőzések várnak még ránk. Az Aqua Ese legközelebb a jövő hét végén Miskolcon játszik 2 meccset, a Meabc és az Aquatix vízilabda SC ellen. A nyíregyházi szurkolók legközelebb a középszakaszban láthatják majd hazai környezetben a csapatot.